egy misztikus dolog, hogy mi az alternatív, vagy mit mondunk alternatívnak. Tulajdonképpen én is nagyon sokat használom ezt a szót, meg főleg egyébként a zene szempontjából alternatív zene. A legtöbb zeném az alternatív mappában van, amiről az van, hogy nem tudom pontosan hova tenni, de nagyon jó. Általában szerintem valami olyasmi, ami másfelől világítja meg a problémát, tehát ami egy másfajta nézőpontot, másfajta horizontot csinál annak, hogy mi lehet értékes és mi lehet értéktelen, vagy mi fontos és mi nem fontos. Tehát mindenféleképpen valami, ami szerintem átkalibrálja azt, amit mi alapvetően valahogy az értékről, vagy a fontosságról, vagy a hasznosságról gondolunk. És ez szerintem alapvetően egy belső érzés, szerintem mindenki más gondol arról, hogy mi az alternatív, de mégis van talán egy kormányzat, vagy egy állam, vagy egy felsőbb ilyen meghatározó közeg által sugalt valami ellen, vagy csószor nem is ellene van szerintem, hanem csak próbálja dúsítani azt, hogy próbálja annak az esetleges egyszerűségeit leleplezni és feltárni azt, hogy ez bonyolultabb is lehet. Valahogy szerintem az én működésemben, meg munkámban egyre inkább azt érzem, hogy valami van benne, valami önfeltárás, tehát valami önmegismerési cél, vagy valahogy mindig ez derül ki, hogy mindig valami olyan úton indulok el, ami sejtem, hogy ott van bennem valami, amit még nem ismerek, és valahogy lesz egy ilyen célom, hogy megismerjem. És általában erre felhasználom a közösség többi tagját, hogy ebbe segítsenek, és hogy akkor talán ők is megismernek magukban valamit, amiről sejtik, hogy ott van, de még nem látják pontosan, vagy nem tudják feltárni. Tehát van mindenképpen egy ilyen feltárás jellege is. De azon is gondolkodtam, hogy szerintem az is fontos, hogy a saját rejtőzködésedet megoszd. Tehát, hogy egy ilyen bonyolult dolog, hogy nem mindenféleképpen le akarja magát leplezni az ember, vagy kimondani valami nagy igazságot, hanem inkább megmutatni azt, hogy mi az, amiről nem lehet így beszélgetni. És hogy nem mindenképpen azt azzá tenni egy olyan egyszerű dologgal, amiről már lehet, hanem felmutatni, hogy igenis vannak olyan bonyolult, összetett dolgok, amikor nem lehet beszélgetni, és ezt, hogy mondjam, ezt ha már ki tudjuk emelni, akkor tiszteletbe tudjuk tartani, vagy valami ilyesmi. Csak ennyi, hogy nem mindenféleképpen csak feltárás, hanem hogy valami feltárhatatlant körbejárni, vagy valami titkos dolgot nem leleplezni, hanem a maga titkosságában előbányászni magunkból. Egy darab végén megjelentem zombiként, és emiatt 3 órán keresztül ott kellett lennem egy hideg pincében, zombinak maszkírozva. Ez egy elég nagy áldozat volt közben. Közben nagyon sokszor áldozatnak is gondoltam magam, hogy ezt miért kell tulajdonképpen csinálni, de közben meg nagyon szerettem azokat az embereket, és nagyon szerettem magát ezt a dolgot. Tehát ez egy ilyen konkrét példa, hogy ez például egy fáztam egy pincében. És olyan anyagokkal találkozott a bőröm, amikkel amúgy nem nagyon szívesen találkozik. Egy dolognak tulajdonképpen valamilyen szinten érdemes egyfajta lazaságot teremteni a nézőben. Hogy egyszerűen csak, hogy azon keresztül lehessen beszélgetni. De szerintem én így is beszélgetek, szóval, hogy ez a természetemben van, hogy miközben nagyon fontos dolgokról beszélünk, azért szórakozzunk, tehát hogy közben ezen megy az élet.
kevésbé intézményes közegekben jobban érzem magam, azt hiszem. Tehát furcsa módon engem befeszít egy csomószor az, hogy nagy apparátus van, sok ember, sok részfeladat, több szétaprózódik minden elvileg, azért van, hogy megkönnyítse az ember dolgát, és nagyon gyakran egyszerűen csak nem tudom, hogy mi történik, nem tudom, hogy hány embernek, miért kell neki e-mailt írni, hogy ő szóljon neki, hogy ő felhívja őt. Szóval egy csomószor én a kisebb, kicsit káoszosabb, kicsit ilyen személyesebb, családi, gutmusabb helyeken amúgy kicsit jobban érzem magam. Abban is hiszek, hogy ezt a személyiséget kell keresni, de hogy én csomószor örülök annak, ha valami nagyon távoli. Tehát, hogy egy csomószor van nagyon már rémisztően távoli a nyelve, egyáltalán nem csengismerősen, avit, poros, nem tudom. Ezek nekem mindig jó megpróbáltatások, hogy akkor mi van mögötte, vagy hogy lehet. Semmiképpen nem szeretem, ha egyszerűsítünk. Általában berzenkedek ellene, sokszor túlzottan amúgy. Tehát néha akkor sem engedek a 48-ból, amikor már lehet, hogy ott egyszerűen jobb lenne, mert fel akarom törni ezt a tojást, anélkül, hogy egyszerűsítenénk, érthetőbbé tennénk. Csomószor az érthetőbbé tétel az egyszerűsítés, és mindig így félek tőle. Csomószor azt érzem, hogy kikönnyítünk dolgokat humorral. A humor nem teljesen arra való, hogy kikönnyítsük, hanem hogy bele egy másik oldalról belelátni ugyanabba a szomorúságba vagy tragédiába, vagy nem tudom. Egy csomószor kikönnyítésnek érzem, vagy olyan dobott csontnak, hogy most itt nevessetek, hogy aztán viseljétek el ezt az 5 percet, ami meg komoly. Általában ezt érzem, és valahogy úgy én meg szeretném, vagy próbálom a kettőt nem külön választani.